Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: a könnyű pénz visszakerül a biztos kezekbe az ingatlan piacon. Én írtam az Ingatlanos Álmok könyveket, enyém az Ingatlanos Álmok klub, ami most nyitva van, úgyhogy kattints és legyél klubtag. Ingatlan vásárlás bankhitel nélkül még 15 ötletet adok az eddigi 20 mellé, tehát 35 ötlettel tudod indítani 2023-as évet. Ez a kis előadás január 21-én 15 órakor lesz szombaton, úgyhogy kattints és találkozzunk. Ezt azért gondoltam ezt a témát elővenni, mert ne felejtsük el, hogy a válság mindig arról szól, hogy vagyon átrendezés. Ha valaki máshogy gondolja, nem arról szól, hogy te meg tud tartani egy kis vagyonodat, hanem arról, hogy hát a biztos kezekbe kerüljenek a vissza a cuccok, és újra meg újra el lehessen ezt adni valaki másnak. És ennek az a lényeg, amikor könnyen lehet pénzt szerezni, és könnyű ingatlant vásárolni rajta, hogy nem kell hozzá túl sok ész, nem kell hozzá ingatlan befektetőnek lenni, hogy tavasszal mondjuk márciusban vagy februárban vettél egy ingatlant, és azt mondjuk lehet, hogy 10 millióval többért el tudtad adni mondjuk 2 hónap múlva, Budapesten elsősorban. Nem kellett hozzá különösebb pénz, egyszerűen csak pénz kellett hozzá, oda ment, és annyit ment fölfelé a piac, hogy a dagány minden hajót megemel, hogy bizony tudod értékesíteni így az ingatlant. Viszont az a tudás, amit én adok neked, az most fog felértékelődni, mert egy nehezebb, lefelé menő piacon is lehet nyereséget csinálni ingatlannal, de viszont ott már kell a tudás. És a biztos kezekben van a tudás is. Tehát nem az, hogy csak szerencséje volt, meg jókor volt jó helyen, ugye amit sokszor mondanak, hanem bizony ott kell egyfajta biztos tudás is, egy, hát a tudás biztonsága, és akkor ez a könnyű pénz bizony vissza fog kerülni az ingatlan piacon a biztosabb kezekbe. És eljöhet még az is esetleg, hogy vér folyik az utcákon, nem érdekes senkinek. A kormányunk csak akkor ment meg embereket, amikor nagy tömeget kell megmenteni. Lásd esetleg a svájci frankos történet. Kisebb célcsoportokról nem fog ráugrani, és nem fog a megmentő angyalaként ott lenni. Jó? Tehát, hogy itt neked kell, én szerintem a tudást megszerezni. Pontosan ezért is van nyitva még az Ingatlanos Álmok klub, és nyugodtan kattints most, hogy ezt a tudást egyébként ott meg tudod szerezni. És nézd meg akár, én szeretem a 1929-33-as válságot, nagyon jó videók vannak fent egyébként a YouTube-ok, ezt ajánlom neked, hogy az miért volt, mi történt, hogyan élték túl a válságot az átlag emberek, és mi kellett hozzá munkahely és hitelmentesen. Akkor egyébként nem volt akkora probléma, a probléma ott kezdődött, amikor itt valamelyik nem volt meg, oké? Okay? És most itt talán a munkahelyek nincsenek akkora veszélyben, lesz szűkülés, de van egyfajta kiáramlás is sajnos az országból, tehát hogy az emberek azért megtalálják a munkahelyet és a boldogulást, ha nem itt, akkor máshol. De viszont ez a hitelmentesség szerintem annyira, tehát az egész életen át üldözni fog, vagy a bank, vagy valaki, akinek te tartozol, jó? És ténylegesen akárcsak a tőzsdén is így van, amikor nagyon-nagyon beszakad a tőzsde például, na ilyenkor nagyon sokan megrémülnek és beleadnak. És ilyenkor van az a mondás ott is, hogy bizony a biztos, tehát a bizonytalan kezekből most kirázzák a részvényeket. Ugyanez a helyzet az ingatlan piacon is, jó? Tehát itt sincs másként, mint hogy megijed, elkezdi árulni az ingatlanát. Majd ugye csináltam egy videót, ami a ingatlan piac hullámzása. Tehát, hogy igen, az a helyzet, hogy akkor egyre többen érzik így, akkor kialakul akár egy pánik helyzet is, ezt a kormányunk majd nyilván orvosolni fogja, mert ez is onnan nem érdeke. De ettől függetlenül itt van az, amikor bizonytalan valaki, nincs meg a tudása, nincs jobb ötlete, mint amit a médiából hall, szerintem inkább ne nézzetek tévét, és igaz is eladja az ingatlanát, sok esetben milyen ár alatt adja el az ingatlanát, és itt jönnek azok a befektetők, akit lehet szidni, nem szidni, de nekik megvan az a fajta biztonságuk, az a fajta tudásuk, ami most ahhoz kell, hogy ő tudja, hogy ott az ingatlan piacon azzal az ingatlanon mit tud kezdeni, és hogyan tud abból nyereséget kihozni. És ez nem biztos, hogy éppen az eladónak a javára válik, de neked az Ingatlanos Álmok klub is nyilván ezt a fajta biztonságot, ezt a fajta tudás biztonságát tudom megadni, úgyhogy ténylegesen nyugodtan kattints, jelentkezz és legyél ott. És akkor zárszóként mondom, hogy ingatlan vásárlás bankhitel nélkül még 15 ötletet adok január 21-én 15 órakor, szombaton délután. Én úgy gondolom, hogy kattints, legyél ott, találkozzunk és beszélgessünk a 2023-as ingatlan piacról. Szia!